Köszönöm szépen. Tessék parancsolni. Tisztelt Bíróság! 2013. szeptember 29-én 14 óra 30 perc és 18 óra közötti időszakra az Együtt PM és a Szolidaritás Egyesület bejelentett felvonulásos politikai demonstrációt hirdetett a döntés napja néven. A meghirdetett politikai demonstráció célja az Orbán rendszer elleni tiltakozás volt. A rendezvény tervezett programja szerint két helyszínen, Budapest első kerület Kalatrádám téren, valamint az Andrássy út Operaház útvonalon kívánták a demonstrációt megtartani. A rendezvényre meghívottak között volt Pityinger László Vándor is. A Vándor a Budapest első kerület Kalatrádám téren a rendezvényen beszédet mondott, valamint a felszólalók által tartott beszédek között átvezetésekkel segítette a rendezvény lebonyolítását. Pityinger László Vándor ezen a napon 16 óra 6 perckor adta elő a Bazd meg dalt, erre az eseményre aktualizált változatban, oly módon, hogy Magyarország himnuszának soraival szakította azt meg. Bazd meg az Orbán, bazd meg a kormány, majd Isten áld meg a magyar. Bazd meg a frankot, bazd meg az eurót. Bazd meg, hogy féled a holnapot, bazd meg a parkolót és a cédulát, bazd meg, hogy mindenért bírsága jutalom, mert ezek lehúznak, bazd meg. Bazd meg, öcsém, a minimálbéret, bazd meg a rendőrt és a bűnözőt, egy füst alatt baszom meg mind a kettőt. Bazd meg, hogy itt csak a kevesek élvezik, sokak helyett az életet, bazd meg, hogy bazd meg a kétharmadést ért tesó, cserébe hol az egymillió meló. Balsors, akit régen tép, hogy rávít esztendőt, megbűnhődse már a nép a múltat és jövendőt. Orbán takarod, bazd meg az Orbán, bazd meg a kormány. Majd Magyarország himnuszának a refrénjét ismételte meg kétszer. A rendezvény szervezői a téren korábban letakart Orbán Viktor miniszterelnököt mintázott hungarocsászombat állítottak fel, melyek politikai performanceként kívántak leleplezni, majd azt lerendelni. A szobrot már korábban a tér részénél korán megjegyítették. 16 óra 9 perckor leplezték le a szobrot, ezt követően még több meghívott személy beszédet mondott. 16 óra 20 perckor kötéllel lerántották a szobrot a földre. A szobor földre érkezésekor a fejrész levált a testtől, és ez a Vándor elé gurult. Pityinger László Vándor ekkor jobb lábával ezt megállította, egy alkalommal passzoló mozdulatot tett, és bal lábával belerúgott. Ezt követően a szobor fej után ment, azt felemelte, felvitte a színpadra, és felmutatta az ott tartózkodóknak. A Vándor azon magatartása, hogy Magyarország himnuszán trágár szavakkal megszakítva adta elő, és a politikai performance keretében döntött szoborról, levált fejrészbe belerúgott, alkalmas volt arra, hogy másokba megbotránkozást és riadalmat keltsen. A demonstrációt az elektromos sajtó mindig közvetítette, az írott sajtó pedig képekkel illusztrálta a megjelent sajtó híreket. Ezen túlmenően a vádiratot annyiban kiegészítem, hogy az ott jelenlévő utok az írott és elektronikus sajtóban elhatárolták magukat a téren történtekről. E tényállás alapján Pityinger Lászlót vádolom, egyrendbeli a BTK 339. szakasz egybekezdésére ütköző, a kettőbekezdés elpontja szerint minősülő, nyilvános rendezvényen elkövetett varázsdaság büntetében. Köszönöm szépen!